Ahogy az amerikai sportkommentátorok mondanák, Vona Gábor, a Jobbik elnöke pénteken ellopta a sót. Mert bár ünnepi eskütételre gyűlt össze 386 képviselő, gyakorlatilag az egész sajtó és az egész ország is azt figyelte, vajon a pártelnök felveszi az úgynevezett magyar gárda mellényét, vagy sem. Ma már tudjuk, abban mondta el az esküszövegét, amit a köztársasági elnök úgy kommentált, hamis, esküjével Vona Gábor hazugságot fog képviselni az országgyűlésben. A mentelmi jog nem védheti azt a képviselőt, aki ezt a bűncselekményt elkövet. Kicsit úgy viselkedett a köztársasági elnök úr, mint amikor bizonyítványt oszt az osztályfőnök. Ez méltatlan volt a köztársasági elnöki tisztséghez, és szerintem Sólyom László politikai pályafutásának mélypontja volt. Politikai adok-kapok a köztársasági elnök és a Jobbik elnöke között, avagy mennyire nagy Vona Gábor mellénye. Az új parlament alakuló ülésének napján néhány órára kaszinóvá vált az országház. Vona Gábor itt a mellény, hol a mellény játékába, ugyanis meglehetősen enyhe túlzással az egész magyar média beszállt. Mindjárt meg is mutatom, de előtte arról, ki hogyan készült a nagy napra. Két órával korábban. Turisták helyett ezúttal a sajtóképviselői gyülekeznek a parlament előtt. Kis szék, nagy objektív, még nagyobb esemény. Megalakul az új országgyűlés. És egy nagy kérdés, vajon tényleg gárda mellényben érkezik-e a Jobbik elnöke? A hetes kapunál, ahol mi újságírók beléphetünk, már sorok kígyóznak. Hosszú percek és alapos átvizsgálás után végre bejutunk. Ezen a kapun csekkolnak be az újságírók, és ilyenen jönnek majd be a képviselők is, és aztán jön az első 15 lépcsőfok, és mindjárt meglátják majd a többi. Most én ezen a nagyon hosszú lépcsősor, amiről beszéltem, ezen fognak felmenni a képviselők, és valószínűleg itt ezen az ajtón fognak bejönni. Munkanapokon persze nem ezt a 77 lépcsőfokot másszák majd meg a képviselők, és nem is a főbejáraton lépnek be a házba. A mai napon azonban ez a lépcsője a főszerep. Mindjárt folytatjuk is innen. Az alakuló ülés napjának reggelén. Harangozó Tamás munkával készül a nagy napra. Eddig az igazságügyi és rendészeti minisztériumban dolgozott tanácsadóként. Ma élete nagy álma teljesül. Az eskütételi ceremónia, ez akármennyire is tűnik ilyen picit túl romantikusnak, hogy ilyesminek, de én nekem ez nagyon felemelő érzés lesz. Ami utána jön, az nyilván sokkal kevésbé lesz romantikus, de a képviselő tudja ezt. A gyors kávé után aztán gyors léptek a képviselői irodaházba. Reggel 9-kor még egyeztet az MSZP frakció. Az alakuló ülés előtt egy nappal. Harangozó képviselő munkával, dúró képviselőnő tanulással készül. A Jobbik legfiatalabbika ugyanis korjegyző lesz. Az alakuló ülést a korelnök vezeti le, tehát addig, ameddig meg nem választja az országgyűlés a házelnököt, addig az ő feladata és a jegyzői feladatok ellátása pedig a korjegyzőknek a feladata, addig, amíg jegyzőket is meg nem választanak. És mi a konkrét feladata a korjegyzőnek? A mandátumvizsgálat, az eskütétel. Az alakuló ülés előtt egy nappal. Seyrin Gábor LMP-s képviselővel a lakása előtt találkozunk. A párt gazdaságpolitikai szakszóvivője nem munkával, nem is tanulással, hanem öltönyvásárlással készül az eskütételre. Most ért haza Cambridge-ből, és bizony, de hamarosan úgy is látják. Az is kollás, igen. Az éppen felújítás alatt lévő lakásba Lidérces út vezet, de Seyrin képviselő erre is ad magyarázatot. Gazdasági növekedés és a szegénység kapcsolatával foglalkoztam, és szerettem volna egy olyan helyen lakni, ahol nem az van, hogy csak és kizárólag a felső 1%-kal találkozom, hanem hát a társadalom egyharmadát, akár felét kitevő, meglehetősen rossz sorban élő emberekkel. Itt az ember, ha akarná, sem tudná elfelejteni azt, hogy milyen sokan élnek méltatlan körülmények között. Ez ilyen állapotban van? Hát ez tényleg üres. Tehát én nem mondjuk egy zakó biztos, hogy hiányzik. Nos, erről beszéltem. Az öltönyvásárlás valóban indokolt. Seyrin képviselő indul is, mi pedig elkísérjük. Tegyük fel, hogy ez az inkhez kellene egy nyakkendő. Az például a pöttyös nagyon jó. A csíkoshoz a pöttyös. Aha, bizony. Igen. Ez szerintem... Miután a képviselőt meggyőztük a pöttyös nyakkendőről, irány az öltönyosztály. Ez is tök jól néz ki. És ez a mellény is. Hamar kiderül, a mellény csak Vona Gábornál kardinális kérdés. De ha már van, Seyrin képviselő belebújik. Akkor így akár holnap találkozhatunk is a parlamentben. Akár.
Ez ne maradja rajta. Az nem fog rajta maradni. Mi alatt az LMP képviselője új ruhájával barátkozik, a Jobbik szóvivője pedig egyeztetésre igyekszik a parlamenti folyosón, Kósa Lajos Debrecen polgármestere valószínűleg éppen pihen. Az alakuló ülés előtt két nappal. Viktornak megígértük, hogy a f***okkal küldünk egy közös képet. Fotózás a Budapest táblánál. Kósa és csapata előző nap reggel indult Debrecenből a fővárosba biciklivel. Az hosszabb ideig tart, de kevésbé aktuális. Na. Még néhány kilométer kerékpáron és egy kicsit hosszabb pihenő a kedvünkért a Hősök terén. Király! Azt mondja, hogy egész konkrétan 239 kilométer és 840 méter. És hogy miként bírta a kis csapat? Hol is? Sarudon találkoztunk egy izomláz nevű fickó volt. A debreceni polgármester persze nem kizárólag a mozgás szeretetéért pattant két kerékre, és biciklizett majd 250 kilométert az alakuló ülésre. Ötletnek tűnt. A fiúk nézték a menetrendet a MÁV-nál, és azt mondták, hogy inkább jönjünk biciklivel. Egyszerűbb, biztonságosabb. Kicsit arra próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy ez egy fontos megoldandó feladat, nagyon sok embert érint. Nos, akkor térjünk vissza a parlamentbe, ahhoz a bizonyos 77 lépcsőfokhoz. Az alakuló ülés előtt két órával. A képviselők nem ezeket a kapukat használják, hanem leginkább a 7-es kaput, 9-es kaput, illetve az 1-es kaput. És hogy melyiket szoktuk használni, az alapvetően persze attól függ, hogy hol tudsz majd parkolni. Mandur László az országgyűlés leköszönő alelnöke kalauzolja körbeharangozó Tamást a nagyházban. Ez a legfontosabb lift az egész épületben szerintem, és ez a lift el lehet menni az alaksorban, mert ott van az önkiszolgáló étterem. Itt szerzik az információt az újságírók. A sajtószoba azonban szinte teljesen üres. Mindenki a 77. lépcső tetején áll lesben, mellénylesben. A Jobbik érkezés előtt azonban befut a legnagyobb frakció, a kétharmadot szerzett Fidesz-KDNP. Fotózkodás a főlépcsőn és tisztelgés a koronánál. Kósa képviselő is kipihent arccal. Horváth János korelnök, a legidősebb képviselő pedig a megfogadott tanáccsal. Bajuszossal jelenjek meg, vagy anélkül, legyen szíves. Szerintem akkor most 4 évre szavazzuk meg ezt a bajuszt. Az alakuló ülés előtt 1 órával. Minden ülésnapon itt vannak a lapok, egy szabad elvető, Fantasztásokban Barna László, terembiztos szolgálat vezetője, a legfontosabb emberek egyike, ugyanis ő meg az apparátus az, aki bejött az ülésterembe, beküldenek cetliket, üzeneteket, vagy bármit szeretnél, akkor őket kell majd megkeresni. Az idegenvezetés még mindig tart, hiába a parlament óriási épület, a mellény körüli hiszti pedig egyre nagyobb. Nem akarok tolakodó lenni. Van, aki türelmesen vár, mások előre szaladnak. Egy biztos, senki nem akar lemaradni egyetlen pillanatról sem a Jobbik érkezésekor. Képviselő parancsoljon. Első lépés a ülésteremben. És még egy izgalmas információ arról, miként szavaznak a képviselők. Megmutatom természetesen azt is, hogy a képviselő kártyát hogy kell használni, és majd hogyan kell szavazni a gépet, hogy az ember azért ne roncsa azt, hogy igen, de nemmel, meg hogyan szavaz. Ez a kártya? A kártya nélkül nem fog működni. A chip része. A chip kártya. Ma az az érdekes, hogy lényegében minden szavazás név szerinti szavazás, hiszen ahogy leszavaztuk az egyes törvényjavaslatokat, vagy az előterjesztéseket, pár percen belül mindenki számára az interneten megnézhető, hogy az adott képviselő hogy szavazott. Igen, nem, nemmel, vagy nem vett részt a szavazásban. Tehát csipkártyás szavazás név szerint mindenkinek vállalnia kell a döntését. Erre kíváncsi a fotósok hada is. Vajon Vona Gábor vállalja-e szavazóinak tett ígéretét? Az alakuló ülés előtt 40 perccel. Kis késéssel ugyan, de megérkezik a Jobbik frakció és a pártelnök öltönyben. Tanástalanok az újságírók, aztán jön a hír, hogy az öltöny alatt ott a mellény. Az előre sejthető politikai botrány tehát borítékolva van. Úgyhogy a fotósok hada nem mozdul. A kérdés most az, lekerül-e a zakó és lesz-e mellénybotrány. Azt hiszem, a következő képek magukért beszélnek. A Jobbik szinte mozdulni sem tud a sajtó rengetegben. Az alakuló ülés előtt néhány perccel. Néhány fotóstól eltekintve az újságírók pedig veszik észre az éppen bevonuló MSZP frakciót és Gyurcsány Ferencet. Aztán becsengetnek, utoljára a köztársasági elnök érkezik, az ülésteremben történteket pedig már mindenki tudja. A pénteki eskütétel így leginkább egy árpádsávos oroszlános mellényről szólt, és egy tudatosan gerjesztett politikai botrányról. Kérdés, mit szólt ehhez az a több mint 300 képviselő, akinek ünnepi esküjéről így szinte szó sem esett. Bajnai Gordon még pénteken bejelentette, hogy felkéri az igazságügyi minisztert, tegyen feljelentést a rendőrségen Vona Gábor ellen a mellényviselés miatt.
Ahhoz azonban, hogy az eljárást elindítsák, szükség van a mentelmi jog felfüggesztésére, ehhez pedig a parlament kétharmados döntésére. Ha mindez megvalósul, akkor valószínűleg Vona Gábor majd pénzbírsággal sújtják, de a mellényes pártelnök azt mondta, hogy vállalja mindenért a felelősséget, és ha kell, fizet. A Naplóban Dorogi Gabriella riportját látták.